A láthatatlan passzív agresszió. Milyen egy passzív agresszív ember? A passzív agresszív személy nem nagyon tudja kifejezni a saját érzéseit, a dühét, a haragját, az elégedetlenségét. Ezeket elfojtja, visszafojtja saját magában, de viszont az érzésekben így tobzódik, és valahogy egy kerülő úton jut ez az egész kifejezésre. Hogyha egy ilyen konkrét példákkal lehetne szemléltetni, akkor nagyon gyakran akár ez a cinizmusba bújtatott ilyen rejtett piszkálódás, például amikor egy ilyen mondatot hallunk, hogy hát ahhoz képest, hogy 46 éves vagy, jól nézel ki, vagy elég jól nézel ki, akkor tudhatjuk, hogy egy passzív-agresszív személy bókolt nekünk, vagy akár kifejeződhet abban is, hogy megígér mindent, azt mondja, hogy igen, megcsinál nekünk valamit, és akkor amikor ott lenne a határidő vagy bármi, akkor egyszerűen csak nem ad magyarázatot arra, hogy ez miért nem történt meg. Vagy akár ez az elzárkozás, akár ez az érzelmileg elérhetetlenné válás, ezek mind-mind passzív-agresszív technikák. Illetve bármilyen kommunikációs helyzetben, amikor mondjuk visszajelzünk neki, hogy ez így nincs rendben, vagy ez most rosszul esett, vagy ez most egy ilyen szurkapiszka volt, akkor nagyon gyakran kapjuk ezt a megjegyzést, de hát nem érted a viccet, vagy hát nem rólad volt szó, hát csak ezt így mondtuk úgy általában, miért veszel mindent magadra? Nagyon gyakran kapjuk magunkat azon beszélő partnerként, hogy valahogy ebbe az áldozat szerepbe kerülünk, vagy akár mentegetőzünk, vagy bármit teszünk, így is rosszul jövünk ki ebből az egészből. Miért alakul ki ez a működés? Gyerekkorunkban tanuljuk meg az érzéseknek a kifejezését, elfogadását. Nagyon gyakran, aki ilyen passzív-agresszív technikákkal működik a saját kapcsolataiban, valahogy már gyerekkorától kezdve szembesült azzal, hogy ezek az érzések le voltak tiltva. Nem lehetett haragudni, nem lehetett dühösnek lenni, hát egy jó kislánynak kellett lenni, vagy jó kisfiúnak, vagy az elvárásoknak megfelelni. És akkor ugye ezek az érzések elfojtásra kerültek, és nagyon gyakran ugye a dac, vagy ez a passzív ellenállásnak a keretébe kerülnek, és ezt a technikát fogja majd alkalmazni felnőtt korában is. Mit jelent a csendelverés? Ugye ezekben a helyzetekben, amikor valaki elfordul, és megszakítja a kapcsolatot, mert lényegében erről szól a csend, hogy nem kapcsolódom vissza hozzád, mondjuk a másik mondogat nekem dolgokat, kér tőlem valamit, és akkor én visszahúzodom a saját csendemben, meg érzelmileg elérhetetlenné válok. Ez egyfajta büntetés, ez egyfajta agresszió. Nagyon kevésszer gondolunk így erre, de hiszen hát csak csendben voltam, nem mondtam semmit. De pont azzal, hogy valaki túl sokáig van itt csendben, és egyszerűen elérhetetlenné válik számunkra, ezzel tud büntetni a legjobban. Hogyan kezeljünk egy passzív-agresszív embert? Nagyon sokan választják azt a megoldási utat, hogy egyszerűen elkerülik a kapcsolatot az illető személlyel. Persze ez nem a legjobb módszer, viszont az biztos, és ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, már rég asszertivitás tréningeket tartottam, amikor én magam nem tudtam egy ilyen helyzetre jól reagálni. Tehát hiába tudjuk elméletben, mert valahogy a passzív-agresszív embernek van egy ilyen nagyon erős fegyvere, tehát hogy sarokba szorít, és hogyha sarokba szorulunk, akkor nagyon nehezen látjuk az onnan kivezető utat. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akár magunkban egyszer tisztázzuk a saját határainkat, meg akár validáljuk a saját érzéseinket. Sokszor halljuk akár ezeket a mondatokat, hogy családi béke kedvéért ezt le kell nyelni, vagy okos enged, szamár szenved, inkább ne mondjál vissza, vagy inkább ne tegyél semmit, mert hát úgyis mindegy, úgysem fogja ő ezt elfogadni. Viszont a határhúzás az pont azt jelenti, amikor nyugodtan higgadtan, mégiscsak meg tudom mondani, amikor például azt mondják nekem, hogy de hát nem érted a viccet, akkor mondjam el azt, hogy nekem ez nem vicces, nekem ez nagyon fáj, engem ez sért. Nekem ez pont egy kényes pontom, és szeretném, hogyha ez ilyen formában nem kerülne többet említésre, vagy tiszteletben tartanám az az illető személy ezeket a határokat, valamikor ezt is ignorálja. Hogy jaj, hát elfelejtettem, hogy már veled még viccelni sem lehet. Tehát, hogy nem emlegeti az illető dolgot, hanem hogy visszautal, tehát, hogy még egyszer ugye meg vagyunk szúrva, és hát ugye a legutolsó módja ennek az egésznek, hogyha folyamatosan ugye áldozat vagy alárendelt szerepbe kerülünk, és valahogy nem tudjuk visszahozni magunkat ebbe a pozícióba, akkor tényleg az már ugye az utolsó fázis, amikor megszakítjuk a kapcsolatot. Mit tegyünk, ha rájövünk, hogy mi magunk alkalmazzuk ezt?
Hát szerintem mindenki így vagy úgy, kisebb vagy nagyobb mértékben használhatja akár ezt a csendet. Bizonyos szempontokból, akkor amikor benne vagyunk egy ilyen nagyon intenzív konfliktus helyzetekben, kérhetünk akár egy kis időt ugye a megnyugvásra, és abban tényleg csendben vagyunk, és akkor nem szállunk bele az összes veszekedésben, hanem azt mondom, hogy nekem most szükségem van 10 percre vagy egy órára, és majd utána megbeszéljük. Tehát ez teljesen rendben van, de akkor, amikor például már egy hónapig vagy másfél hónapig vagyunk egy ilyen kapcsolatban, hogy ugye akár mi hallgatunk, vagy akár a partnerünk hallgat, az már egyáltalán nincs rendben. Az első dolog az nagyon-nagyon fontos, hogy visszakerüljünk valahogy a felnőtt működésmódunkban. Mert a duzzogó gyerek az nem fogja tudni megoldani a problémákat. Tehát, hogy még a veszekedés is egyféleképpen egy kapcsolódás, mert mégiscsak ott vagyok, jelen vagyok, harcolok ezért az egészért. Az is érdemes végig gondolni empatikusan, hogy a másik vagy mit élhet meg, amikor én megfosztom a kapcsolattól, amikor érzelmileg elérhetetlen vagyok, hogy mennyire megsemmisítő lehet számára is ez az érzés. És valahogy kikerülni ugye ebből a pozícióból, hogy most egy bármilyen vita, vagy bármilyen konfliktus nem arról szól, hogy most ki fog nyerni. Mert hogyha megoldjuk, akkor mind a ketten nyerünk. Mert a csendben egy kicsit olyan, mint hogy olyan csendkirályt játszanánk, hogy ki bírja most tovább. Ki az, aki most ezt az egészet meg fogja szakítani. Tehát, hogy ez nem verseny, és nem harc, és nem ilyen virtuális skandál, hanem egy probléma megoldási, meg egy konfliktus kezelési folyamat.